Ezek a gyerekek kapnak egy esélyt. Elindítjuk őket úgy, hogy ahogy nem biztos, hogy el tudnának indulni. Nem a nehézségektől kell félni, nem azok dominálnak inkább, hanem a másik oldal, az a sok szeretet. Olyan pluszt ad egy ember életébe, amit aztán majd akkor tapasztal meg, ha már ténylegesen mondjuk megkap egy gyermeket, és akkor megéli a mindennapokban. Más az életünk célja, mint a szeretetben való növekedés, az a nagyobb karrier, hogy a szeretetben növekszünk. Befogadunk egy vadidegen gyereket, és akkor nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz. De hogyha ezt tényleg nyitottan kezeljük, és nem szabad előre elgondolni, hogy mi legyen belőle, hanem nap mint nap a Jóisten megbeszélve, figyelve őt terelgetni. És akkor valami kialakul. Egész biztos. És akkor az Isten be tud oda jönni, és akkor át tudja, akkor tud segíteni ebbe az egész kalandba.